Én úgy érzem, hogy a szellemi és a fizikális létmód közti határ átmenet kódolva van. Nekünk ezeket a kódokat kell megismerni az itteni létezés során. Jó kérdés az, hogy minden kódot megismerhetünk-e, vagy csak bizonyos részét. Ennek a területnek jó kérdés az, hogy mindenbe beleláthatunk-e, és minden kódot megfejthetünk-e. Szerintem a földi ember dolga valamilyen szempontból ez, vagy ez is. Ezen kódok megfejtése. Jó kérdés az, hogy miért nem lehetünk szellemi létformában a. Szellemi közegben, miért kell fizikális viszonylatban is megnyilvánulni? És az is nagyon jó kérdés, hogy mikor és hogyan léphetjük át ezt a határt, kik azok, akik ezt átléphetik, és hogy ott milyen élet, létezési forma vár ránk. Szerintem az elmúlt előadások kapcsán én ezeket a kódokat próbáltam valamilyen szempontból megfejteni, és azt, hogy hogyan lehet átkerülni egy magasabb minőségbe, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a szellemi létforma egy magasabb rendű minőség, magasabb rezgés szintekről kell beszélni, illetve magasabb tudatállapotokról. Tehát, ahogy mondtam, itt különféle átmenetek vannak, és mi ezen átmenetek kapcsán gyalogolunk, menetelünk. Azt is mondhatnám, hogy ez talán egy kicsit olyan, mint egy láthatatlan lépcső, amin az ember, vagy az emberiség folyamatosan menetel. Persze, azt is tudom, hogy erre nem mindenki tudatos. Nagyon sokan félre értelmezik a földi itt lét értelmét, hogy tulajdonképpen mi miért vagyunk itt, mi a dolgunk. Szerintem még mindig kevesebben jöttek arra rá, hogy mi a földi létezés célja és oka, és hogy mi az ember legfontosabb feladata itt és most. Illetve mondhatjuk azt, hogy szerintem ez mindig is így volt, érvényes volt, Szerintem mindig az a legfontosabb feladat, hogy egy magasabb szintre jussunk el, vagyis közelebb az isteni minőséghez, mintához. De ahogy én mondtam, én úgy érzem, hogy ez a fajta közeg le van zárva, sőt, le van kódolva, és csak azok az emberek, lények, minőségek léphetnek át, lehet, hogy nem teljesen részben, akik nagyon sokat tettek azért, hogy Egyrészt ideig eljussanak, másrészt pedig, hogy betekintést nyerjenek a szellemi létformába. Hát valamilyen szempontból szerintem én már elég sok ilyen kódot megfejtettem, átadtam, lefordítottam, és ezeket osztottam meg az elmúlt 12 év során. De folyamatosan dekódolok, folyamatosan próbálom ezeket a jeleket megfejteni és elmondani azt, hogy mit tartalmaznak. Nyilván, hogy amit mondtam, ezért nagyon sokat kellett tenni, és azt is tudom, hogy olyan emberek erre nem képesek, akik nem indultak el az úton, nem tanultak, nem fejlődtek, nem éltek csendben, kiüresedésben legalább tíz évig, nem tettek pálfordulásokat, nem emelték a rezgés szintjüket, és nem emelték a tudatosságukat közelebb az isteni minta felé. Jó kérdés az, hogy ezek a kódok milyenek, hogy miből állnak. De én egyértelműen érzem azt, igen, hogy van egy nagyon erős határ eme kétféle létállapot között, és nem is mindenkit engednek át. Persze ezt nem szó szerint kell érteni. Szerintem ezt úgy kell érteni, hogy tudatosságban nem érte még el mindenki ezt a szintet, tehát itt tudatállapotokról kell beszélni, és akkor először beszéljünk az egyéni tudatállapotokról és fejlődésekről, hogy ki hogyan menetel végig ezen az úton, és hogy ránk, egyénekre ez a fajta jelenség vagy állapot, hogyan jellemző. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy elinduljon az úton, és magasabb rezgés szinteket érjen el, és hogy megfejtse, vagy megfejtsük ezeket a kódokat, és hogy a szellemi mintából is lehívjunk nagyon sok tételt. De ahogy mondtam, nyilván, hogy, és hát főként a mai ember nem erre van berendezkedve, mert ugye ez nem is számít értéknek. Mert annyira elanyagiasodott a világ. Viszont, hogyha globálisan nézem ezt a történetet, vagy így vizsgálom, akkor azt kell mondani, hogy elindultunk, vagy maga ez a rendszer elindult egy nagyon erős átalakuláson, és ugye a cél az aranykori rendszer elérése, ami mindenképpen egy magasabb rezgés szintet jelent. Na most Nyilván, hogy előbb-utóbb ez a rendszer úgymond befordul a rend irányába, és elérkezünk egy olyan állapotba, ami már sokkal magasabb frekvencián él. Én úgy érzem, hogy ezt kell követni. Úgy érzem, hogy nagyon régóta fel kellett már arra készülni, hogy ilyen változások lesznek és vannak, és hogy hogy ki kell alakítani ezt az újfajta minőséget. Na most nyilván, hogy nagyon sokan egyrészt nem is értik, hogy miről beszélek, másrészt őket ez egyáltalán nem érdekli. Hát ők a pillanat emberek, vagy emberkék, én így szoktam őket nevezni, akik csak egyfajta testetöltésben a mostaniban gondolkodnak. És egyáltalán nem érdekli őket az, hogy mondjuk mi lesz a magasabb szellemi minőségekben, a rendben, mert szerintük ilyen nincs is. Hát látjuk, hogy ennek mi lett a következménye. Nyilván, hogy most egy nagyon erős tudat szintbeli vizsga van. Igen, sokan azt mondják, hogy egyfajta kiválasztódás van, és azok tudnak majd tovább menni, haladni, akik már magasabb szinteken ébren vannak, és átállnak egy olyan oldalra, ami az isteni mintáról, minőségről szól. De rengeteg kód van, nagyon-nagyon sok kód van eme átmenet során. És azt is tudjuk, hogy egyik pillanatról a másikra nem lehet átlépni, Szerintem az ember folyamatosan menetel, és folyamatosan ezeket a kódokat fejti meg, hát ha erre tudatosak vagyunk. Persze arra is rá kell jönni, hogy ez a fajta rendszer valamilyen szempontból le van zárva, és egyébként jó, hogy le van zárva. Nyilván, hogy itt valamit védenek, tehát itt azért arról kell beszélni, hogy a szellemi mintában, a rendben nagyon sok olyan dolog van, olyan tétel és energia, amit védeni kell, mert nagyon értékesek. Szerintem a szellemi kincsek, a szellemi tételek sokkal értékesebbek és időtállóbbak, mint az anyagiak. Hát ezt tudjuk. És hát ezt én is tapasztalom. Én folyamatosan emek közegben kutatok, és ahogy mondtam, sokkal időtállóbb tételeket tudtam már így felszírehozni, vagy ide lesegíteni a Föld nevű bolygóra. És én azt gondolom, hogy még mindig rengeteg minden van, amit nem tudtunk feltárni. Az is lehet, hogy csak néhány százalékát tudjuk feltárni ennek a közegnek. Na most jó kérdés az igen, hogy ezek a kódok, milyenek hogyan működnek, én azt gondolom, hogy csak a beavatottak, tudják ezeket megfejteni. Azok az emberek vagy lények, akik megvilágosodtak, sőt, akik jóval meghaladták már ezt a szintet. Ahogy én mondtam, nagyon-nagyon sok mindent kellett ezért tenni, nagyon sok lemondással kellett élni. És azt is tudom, hogy ezt a fajta lemondást sokan nem akarják megtenni, nem is teszik meg. Tehát éppen ezért én úgy gondolom, hogy az, hogy ezeket a kódokat megfejtsük, ez még mindig nagyon kevés ember kiváltsága. Az is jó kérdés, hogy ezek a kódok változnak-e az idők folyamán? Hogy esetleg a különböző korszakok kapcsán újra és újra átvannak-e kódolva, ezek a jelek, rendszerek, és az is jó kérdés, hogy vajon hányan juthatnak át egy ilyen magasabb szellemi minőségbe. És hogy akik átjutnak totálisan, akiknek már ugye nem kell fizikálisan ide visszaszületni, hogy ők majd eme rendszerben mit fognak csinálni. Én nagyon sokat beszélek, vagy beszéltem már a szellemi rendszerekről, hogy ez hogyan épül föl, milyen tételeket tartalmaz. És talán ezekről a kódokról is. Hát az önvalónkat is úgy tudjuk elérni, hogyha ezeket a kódokat megfejtjük, vagy mondjuk úgy, hogy feltörjük, de hát ez egy ilyen 20 éves út. Minimum 20 évig kell azért menetelni, és főként rezgés szintekben, hogy elérjük a saját tudati édenünket, önvalónkat, szellemi kincses tárunkat. És akkor, hát jó kérdés az, hogy mondjuk, hogyha az egyetemes tudástárat szeretnénk elérni, hogy akkor az mennyi időbe telik. Az is lehet, hogy nagyon sokszor kellett már ehhez visszaszületni, sőt, hát én ezt gondolom, lehet, hogy ezért kellett olyan sokszor már testet tölteni, hogy ideig fel tudjuk emelni a rezgés szintünket, mert ugye egy életen vagy egy teste töltésen belül ezt nem lehet megtenni, mert túl kevés az idő rá. Meg, meg, nem is tudunk egy ilyen hosszú úton végigmenni. Tehát maga a kaminó is úgymond sokkal hosszabb és összetettebb annál, mint hogy csak egyszer jöjjünk ide. Tehát nagyon sokféle tapasztalatra van szükség, hát ezt tudjuk. Igen, és én azt gondolom, hogy, hogy folyamatosan lehet emelni ezeken a szinteken, és az, hogy most ki milyen rezgés szinttel jött ide, és hogyan öltött testet, vagy hogyan született, szerintem az attól is függ, hogy az előző életeiben, testet öltéseiben hol tartott. Nyilván, ha valaki nagyon alacsony szinten volt, akkor most is alacsony szintekkel látott napvilágot, aki meg magasabban, ő meg így jött ide. És akkor valószínű, hogy ezek az emberek már gyerek, gyerekkorukban is nagyon tudatosak voltak néhány évesen. Tehát nagyon fiatalon, nagyon korán a tudatunkra ébredhettünk, Hát ezt tudjuk, igen. És már akár nagyon kicsi korban elkezdhettünk ilyen tételekről beszélni. Mert emlékeztünk a vállalásunkra is arra, hogy tulajdonképpen nekünk mi itt a dolgunk. Tehát szerintem itt minden-mindennel összefügg. Tehát biztos vagyok benne, hogy a korábbi testetöltéseket is vizsgálni kell. Pláne azt, hogy ezelőtt mi volt. És hogy az előző. Életünket, mondjuk így, hogyan fejeztük be, illetve beszélni kell arról, hogy az átmenet kapcsán mi történik, hogy vajon ott mennyire csökkenhet le a szint, vagy mennyire csökkentik le. Hát azt tudjuk, hogy nagyon sok mindent elfelejtetnek velünk, és amikor megszületünk, akkor nem fogunk mindenre emlékezni. Pedig lehet, hogy a két állapot között nem telt el olyan sok idő. De mégis, mégis ez van és a mostani fizikális életünk is szerintem arra való, hogy egyre több mindenre emlékezzünk, hát főleg a tudásunkra, arra, hogy mit hordozunk. Meg szerintem emlékezni kell arra is, hogy a világ önvalója mit hordoz, mit tárol. Szerintem én valamilyen szempontból ezt tárom fel az előadások kapcsán, és hát tudjuk jól, hogy most már van 725 felvétel, 725 óra, téma, cím feldolgozás, tétel, ez nagyon sok. És még mindig van, mindig lesz. Tehát ezért mondtam azt, hogy ez a tárház nagyon gazdag. Hát számomra mindenképpen, és egészen fantasztikus az, hogy mennyi mindent rejt. Hogy ilyen régóta lehet beszélni tulajdonképpen ugyanarról. És ilyen sokféleképpen. Hát én azt gondolom, hogy az Isteni minőség ilyen. Az Isteni minőség is megmutatta azt, hogy egyféle dolgot Hányféleképpen lehet megmutatni, felvázolni, megjeleníteni, hogy magát az egységet, a szeretetet, ezt a fajta mintát milyen sokféle köntösbe lehet ültetni. Az isteni minőség szerintem nagyon innovatív. De lehet, hogy nekünk is ugyanez a dolgunk, hogy nagyon sokféleképpen mutassuk be azt a fajta rendszert, ami egyébként is nagyon színes és gazdag, és ami nagyon-nagyon sok minden tartalmaz. Nagyon jó egy ilyen rendszerben kutatni. Ez egy picit tényleg olyan, mint hogyha az ember egy könyvtárban kutatna, bár nagyon jó kérdés, hogy a mai ember mondjuk mennyit jár könyvtárba. Hát mondjuk, amikor én még fiatal voltam és gyerek, akkor ugye még nem volt sem számítógép, sem internet. Beszéljünk a 80-as évekről, és akkor mi nagyon-nagyon sokat jártunk könyvtárba. Én már öt évesen könyvtárba jártam, tehát már öt évesen beirattak a városi könyvtárba, és már kölcsönöztük ki a könyveket. Aztán iskolás koromban is rengeteget tanulmányoztam, kutattam, még főiskolás koromban is, a 2000-es évek elején, közepén, pedig akkor már volt internet, és aztán pedig, amikor elkezdtem az önálló tanulmányaimat, akkor is nagyon-nagyon sokat jártam könyvtárba, beszélhetünk a 2000-es évek közepéről, végéről, aztán 2010-ről, 11-ről, 12-ről, tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez a kutatás folyamatos, vagy legalábbis az a jó, ha ez így van. Most sokkal többet kutatok az interneten, most nem nagyon járok könyvtárba, de hát eme éterben is rengeteg mindent találok. Viszont ami nagyon fontos, hogy az a közeg, amiről beszélek, ez a szellemi rendszer is tele van, rengeteg tétele. Szóval azért az, hogy ehhez az ember hozzáfér, egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Hiszen minden egyes előadás így készül. Én ezeket a gondolatokat mondom el, azt akartam mondani hogy a saját gondolataimat, de szerintem ezek nem csupán az én saját gondolataim. Mivel én úgy gondolom, hogy ha ezek egy nagyobb rendszerből származnak, akkor mondhatnám azt is, hogy ez egy fajta ilyen minta. Én egy közvetítő vagyok, és én a szellemi rendszerből adom át ezeket a tételeket, gondolatokat. De ez fantasztikus, és az is csodálatos, hogy, hogy mennyi minden tartalmaz ez a közeg. Na most én is tudom azt, hogy ez a fajta rendszer kódolva volt és van, hiszen ahogy én mondtam, én is végigmentem egy nagyon hosszú úton, és azt gondolom, hogy maga az út az, ami kikódol. Tehát míg az ember megy, menetel és emeli a rezgés szintjét, ez maga a kikódolás vagy dekódolási folyamat. És egyre több mindent tárhatunk így föl. Egyre több mindent hívhatunk le. Na most én ezeket a tételeket, hát minimum 15 éve írom. Vagy több mint 15 éve. Tehát ezért mondtam azt, hogy mire ezt a nagyon sok mindent átadjuk, az nem két nap. Hát állítólag a legjobb művek is nagyon hosszú ideig írodnak, hát úgy, ahogyan mondjuk az én könyvem is. Mert, hogy, ahogy mondtam, én már ezt legalább 10-15 éve írom. És szerintem az előadások kapcsán is ezt írom, csak hangos formában. Mondjuk azt, hogy én most egy hangos könyvet készítek, aminek már van 725 fejezete. És öt éve írom ezt a hangos könyvet, tulajdonképpen. Szerintem azért ez egy elég erős feladat. Na most tudom azt, hogy vannak olyanok, akik szintén magasabb szinteken foglalnak helyet, és ők is ki tudják kódolni ezeket a rendszereket, de én úgy gondolom, hogy azért mindenhez senki nem juthat hozzá. Jó kérdés, hogy hányszor kell ehhez visszaszületni. Hányszor kell, vagy kellett testet tölteni, szerintem nagyon sokszor, és én azt gondolom, hogy minden egyes ilyen testetöltésünk során ezzel kellett foglalkozni. Tehát valószínű, hogy már a korábbi életeimben is, vagy életeinkben is hasonló tételekkel foglalkozhattunk, és az is lehet, hogy most csak folytatjuk a megszakított munkákat. Mi az, ami megszakítja ezeket a munkákat, feladatokat? Hát a hal állnak nevezett állapot. Vagy azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból szünetelteti. És amikor újra testet öltünk, akkor viszont az a dolgunk, hogy emlékezzünk arra, hogy korábban mit csináltunk. Úgyhogy szerintem én folytatom ezt a munkát, és jó kérdés, hogy mikor kezdtem el. Az is lehet, hogy már az ókorban elkezdtem, és már az ókorban elkezdtem írni ezeket a gondolatokat. Tehát akkor nem 15 éve írom ezeket a gondolatokat, hanem mondjuk sok-sok ezer -sok éve. Ki tudja? Nem lehet tudni. Tehát igazából szerintem, ahogy mondtam, azért ennyire messzi távlatokban nem nagyon lehetem belenézni, maximum csak érezni lehet bizonyos ügyeket de lehet, hogy ez így jó van. Tehát, hogy lehet, hogy nem is kell igazából azt kutatni, hogy ezek a gondolatok mennyire régről származnak. Persze, ahogy mondtam, én úgy gondolom, hogy a nagy egyetemesség is, mint olyan rengeteg ilyen gondolatiságot tárol. Igen. A szellemi rendszerekben, és hogyha ismerjük a kódot, vagy mondjuk úgy, hogy a jelszavat, akkor, akkor ebbe bele tudunk nézni. De nem mindig, tehát én sem tudok azért mindig különféle gondolatokat lehívni. Nem tudok. Tehát sokszor, sokszor érzem azt, hogy előttem is zárva van ez a rendszer, nyilván azért, mert akkor nem kell beszélni, viszont azt is érzem, hogy mikor van nyitva. És olyankor pedig áramolnak ezek a gondolatok, és nem győzöm, készíteni a felvételeket, írni a cikkeket, stb. stb. Hát az elmúlt év során nagyon erősen nyitva volt előttem ez a rendszer, mert 290 új felvételt hoztam létre. És írtam közben egy elkönyvet, ami 170 oldalas. Plusz készítettem rengeteg elemzést, ismeretanyagot, állandóan dolgoztam, dolgozom, megállás nélkül szinte. De gondolom, hogy ehhez az is kellett, hogy hogy el kellett jutni egy ilyen rezgés szintre, frekvenciára, mert szerintem ez a rendszer egy nagyon magas rezgés szinten működik, nagyon magas frekvencián, és hát az lát ebbe bele, aki ilyen szinten van. Tehát valószínű, hogy ennek a rendszernek meg lehetne mérni a rezgés szintjét, és a közvetítőknek is, akik már ezt elérték, és akkor össze lehetne hasonlítani hogy hol tartunk. Tehát, hogyha most valakinek nagyon alacsonyan van a rezgés szintje, akkor nyilván, hogy nem ennek az egyetemes mintának a gondolatait közvetíti, mert ezt még el sem érte. Nem jutott el oda, és nem is tudta megfejteni ezeket a kódokat. De ahogy mondtam, szerintem az életünkkel, magával az úttal fejtjük meg ezeket a kódokat, és vagy leírjuk őket, vagy, Elmondjuk hangok formájában. Megmondjuk, lehet még rajzolni is. Tehát én például nagyon sokat szoktam rajzolni. Én azt gondolom, hogy ez, ez is egyfajta ilyen kódfejtés. Ezek a gondolatok olyanok, mint az energiák. Tehát ez egy energetikai rendszer, és aki már magasabb szinten van, ő tud ezen energetikai rendszerekben olvasni, de ezek ilyen érzések. Tehát tulajdonképpen én az érzéseket fordítom le. Az energiákat öntöm szavakba, hangokba. Azért ez egy elég erős munka, szerintem, amikor a szellemi rendszerek szinkron tolmácsai vagyunk, és egyébként szerintem fantasztikus az, mert én azt érzem, igen, hogy én egyre közelebb kerülök, egyre bensőségesebb állapotba, és egyre több minden van kínlatkoztatva számomra, és ezáltal a világ számára mivel ahogy mondtam, én ezeket átadom. Tehát nem tartom meg őket, tehát én semmit nem tartok meg. Én minden egyes gondolatot átadok, amit kapok, vagy amit én úgymond le tudok hozni, vagy amelyek rajtam keresztül áramolnak. Hát nyilván, hogy ezért kapom meg őket. Mert hát tudják azt, hogy én nem tartom meg. És átadom, és mondjuk úgy, hogy a világ javára fordítom őket. Egyébként nagyon érdekes, mert a talán a legelső vagy a második előadásnak, hogy felvételnek az volt a címe, hogy a világ javára válni, öt évvel ezelőtt. Ugye öt évvel, vagy öt évvel ezelőtt kezdtem el ezt a projektet, a felvételeket készíteni, tehát öt éve beszélek szinte folyamatosan. Nem tudom már, hogy pontosan abban mit mondtam öt évvel ezelőtt, de akkor még azok a felvételek sokkal rövidebbek voltak. 10 percesek, 20 percesek, max. 30 percesek. Most meg már vannak 2-3-4 órás felvételek is. Hát nyilván ehhez gyakorlat is kellett. Szóval szerintem nagyon érdekes az igen, hogy két kétfajta rendszer között egyrészt mennyi különbség van, hogy mennyire más közegekről kell beszélni. Másrészt, ahogyan mondtam, én egyre inkább azt érzem, hogy ilyen kétféle szféra között van egy ilyen határ, ami le van kódolva. És ezeket a kódokat meg kell megfejteni ahhoz, hogy, hogy belelássunk a szellemi mintába, a szférába. De hát azt is tudjuk, hogy ezt így erőszakosan nem lehet megtenni, meg feltörni. Én azt gondolom, hogy csak az alázatos lények jutnak eme Mintába, és ők tudják meg azt, hogy ez a szféra mit tartalmaz. Ez egy nagyon csodálatos munka, igen, ezt már sokszor mondtam. Lehet, hogy a mai világban ez furcsa, én ezt tudom, hiszen hát nem ez a fő tendencia, amivel az emberek ugye nagy része foglalkozik, mert sajnos még mindig nagyon sokan nem tekintik értéknek, a szellemi kincseket, tételeket, kinyilatkoztatásokat, és magát ezt a mintát. Szerintem ezért van most nagyon sok ilyen erős ügy világunkban, mert ezek ilyen figyelemfelkeltő elemek. De nem tudom, hogy mennyire hatnak. Ja igen, és valaki kérdezte azt, hogy, hogy én hiszek-e a tömeges ébredésben, vagy volt egy ilyen kérdés, nem tudom, a szerkesztőség címére érkezett egy ilyen kérdés. Hogy én hiszek-e a tömeges ébredésben, vagy hogy ö, itt nagy tömegek felébredhetnek el, vagy akár az egész bolygó egyszerre, hát a válaszom, hogy nem. Egyértelműen nem. Hát látszik, hogy nem, nem. Egyáltalán nem, nem, nem. Nem, hát szerintem az emberek... Nem, nem akarok találgatni, nem akarom azt mondani, hogy a nagy része nem ébred föl, és nem is fog, mert ez így nem igaz. Tehát szerintem az esélyt azt mindig meg kell adni, de hát a jelek azt mutatják, hogy nem. Hát ez látszik, hogy nem. És számomra ez nagyon furcsa. De ahogy mondtam, szerintem ez azért van, mert nagyon anyagelvű, nagyon erősen anyagelvű világban élünk. És sokan ezt a fajta mintát pártolják. Nem a szellemi mintát, ami a jövő. Tehát előrébb kellene tekinteni. Ezért kellene olvasni mondjuk a szentiratokat, meg ezért kellene olyan ember, emberekre hallgatni, akik magas szinteken jöttek ide, és akik valamilyen szempontból proféták, modern proféták. Persze tudom azt, hogy a mai közvetítőknek nem nagyon hisznek, sajnos. Nem értem, hogy miért. Hiszen ma is vannak isteni kinyilatkoztatások, ma is vannak olyanok, akik ezeket a gondolatokat veszik és adják. Nem figyelnek ezekre az emberekre. Pedig ott vannak a jelek. Sőt, hát ezeket le is fordítjuk, tehát már odaig sem kell elmenni, hogy ezeket a jeleket másoknak kell lefordítani, mert ezt megtesszük mi. De hát látom, hogy... Nem az a fő tendencia, hogy az emberek ilyen tételek iránt érdeklődnének. Hát meg kell nézni például azt, hogy az interneten milyen tartalmakat néznek meg mondjuk a legtöbben, vagy mi az, ami ma népszerű. Hát nem, nem az én előadásaim lesznek a legnépszerűbbek, az biztos. Nem ezek a szellemi tételek, vagy nem azok, amelyeket esetleg mások kínatkoztattak, nem. A kaja, a wellness, a fitness, a nem tudom mi, tehát itt, itt le is ragadtak nagyjából. Na most ezek az emberek nem fognak fölébredni szerintem. Tehát nincs rá idő. Hát nincs már rá idő. Tehát ezt a folyamatot már tíz évvel ezelőtt el kellett volna kezdeni. Egyrészt, másrészt, ahogy mondtam, nagyon sokan nem is akarnak fölébredni, mert egyáltalán nem tekintik értéknek, értékes gondolatoknak, ezeket a tételeket, és nem is foglalkoznak azzal, hogy, hogy mondjuk mi lesz ezután, mert kizárólag csak erre az egy életükre, testetöltésükre terveznek, ami azt jelenti, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy akkor itt gyorsan mindent be kell kebelezni, mivel csak egyszer élünk, hát akkor használjuk ki, és mindent tömjünk be magunkba. Az egész világot tömjük bele magunkba. Hát vannak olyanok szerintem, akik az egész földet fölfalnák, hogyha tehetnék és nem gondolnak bele abba, hogy hát itt magasabb szellemi rendszerekről kell beszélni, és nem csak egy testetöltése van az embernek, hanem nagyon sok, és hogy ezután is lesz valami, hát ez attól függ, hogy most ki hogyan vizsgázik le. Meg persze attól is függ, vagy függött ez a dolog, hogy az előző életekben, testetöltésekben ki hogyan szerepelt, ki mivel foglalkozott, ki mit tett meg azért, hogy egy felébredt emberré váljon. De hát a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan semmit, és ezek után sem fognak semmit sem tenni. Mert őket ez egyáltalán nem érdekli. Nem, nem. Tehát ö, olyan érdekes ez egyébként, olyan furcsa. Én ezzel sajnos nem tudok mit kezdeni. Én azt tudom csinálni, amit 12 éve vagy 13 éve teszek önzetlenül, hogy ezeket az előadásokat elkészítem, írom a cikkeket, az interjúkat, és én egy forintot nem kértem ezért soha senkitől. Tehát én ezt tudom adni. Én adakozó ember vagyok, én szellemi tételeket adok át, amelyek remélem, hogy valamilyen formán segítenek. De hát felébreszteni szerintem mindenkit nem lehet. Tehát én a tömeges, én a tömeges megváltásban sem hiszek. Én az egyéni egyéni fejlődési utakban hiszek, a megváltásban, hogy saját magamat megváltom, vagy nem váltom meg, hogy fejlődök, tanulok, vagy nem, hogy felébredek, hogy teszek-e érte, hogy alázatosabb ember leszek, és ez mindenkire ugyanígy igaz. De ahogy mondtam, a mai ember ezt egyáltalán nem tartja értéknek. Egyáltalán nem, tisztelet a kivételnek. Hát ők meg már elindultak az úton, és ők meg jó úton vannak, és valószínű, hogy emelik a rezgés szintjüket, mert ezt vissza is szokták nekem jelezni. Akikkel mondjuk én foglalkozom, azok biztos, hogy megvilágosodnak egy idő után. És két-három év múlva visszajeleznek, vagy leírják azt, hogy húha, ők érzik azt, hogy hát, hogy ők mennyire sokat fejlődtek, és hogy jó úton vannak, pedig lehet, hogy csak mondjuk néhány szót vagy mondatot váltottunk, de az elég volt. Na de itt most van 725 előadás, 725 óra. 5 éve beszélek folyamatosan. Tehát ahogy mondtam, itt van egy bázis, és ebből lehet meríteni. Teljesen ingyen. Tehát nem kell fizetni azért, hogy, hogy az emberek ezeket az előadásokat meghallgassák. Szerintem ilyen projekt nagyon kevés van, amit én működtetek, és amit így működtetek. Tehát nagyon kevés az az ember, aki így önzetlenül dolgozna mondjuk 13 éve, hiszen 13 éve működtetem ezt a programot. Hát nem tudom, hogy van-e még ilyen, ahol, ahol minden egyes tételt önzetlenül adnak át, semmit nem kérve cserébe, és közben elviselve azt, hogy mondjuk mennyien próbálnak, vagy próbáltak esetleg támadni, meg kifigurázni, meg semmisé tenni ezt az itteni munkát, vagy legalábbis ledegradálni, mert vannak olyanok, akik abszolút -e ledegradálják azt a munkát, amit például én csinálok 13 éve, és nem tudják azt, hogy mondjuk én mit adtam föl ezért. Hogy, hogy milyen úton, 20 éves úton kellett végigmenni, hogy 20 évet tanul az ember, hogy 20 évig nagyon erős lemondásokat kellett azért tenni, és olyan dolgokat, amelyek, amelyek amelyek nagyon nem voltak könnyűek, hogy ez az egész projekt létrejöjjön. Úgyhogy én nem hiszek, egyáltalán nem hiszek a tömeges, sem az ébredésben, sem a tömeges megváltásban nem hiszek, és abban sem hiszek, hogy, hogy mindenki át fog kerülni egy ilyen aranykori rendszerbe, állapotba, biztos, hogy nem. De hát ezt nem én mondom ki először. Ezt már a szentiratokban is leírták, évezredekkel korábban. Hogy, lesz egy mag, akik átkerülnek, vagy akik ezt az egész rendszert majd irányítani fogják, hogyha az aranykori mintáról beszélünk. Hát uh, nem. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. De hát ez látszik. Látszik. Hát, hát ez teljesen egyértelmű. Igazából szerintem ezt nagyon meg se kellett volna kérdezni, mert hát, mert, mert, mert ez látványos. Na most, ahogy mondtam, ha végignézzük azt, hogy az interneten milyen megnyilvánulások vannak, hát szerintem katasztrófa, de ahogy mondtam, mások helyett felébredni mi nem tudunk. Mi azt tudjuk tenni, hogy segítünk, és adjuk ezeket az irányelveket, amelyeket sokan nem fognak követni, mert eleve hülyeségnek gondolják ezeket a dolgokat. Mindenki azt gondol, amit szeretne. Ez a lényeg. Mindenki azt gondol, amit szeretne, mindenki azt követ, amit akar, és pont. De hát, tehát itt vannak különböző fordulópontok. És most is egy ilyen helyzetben vagyunk benne. És meg kell nézni azt, hogy, a, hogy a mostani szituáció is mit hozott ki. Szerintem az a bölcsember, aki egyik oldalra sem áll. És aki valamilyen szempontból csendben van. És nem kezd el ítélkezni. És nem kezd el mutogatni és nem kezdi el ezt, ezt vagy azt a fajta oldalt, vagy megnyilvánulást. Hát furcsa ez az egész. Nekem nagyon furcsa, ahogyan mondjuk sokan a mostani helyzetekhez is viszonyulnak. De én úgy tekintek rájuk, hogy ők még olyanok, mint a kis csoportosok. Tehát most, hogyha bemegy egy, mit tudom én, egy egyetemista az óvodába, hát akkor Hát azt fogja látni, hogy a gyerekek játszanak, meg nyilván nem tudnak még írni, olvasni, meg mondókákat mondanak, meg vagy még esetleg kisebb gyerekekhez azok meg még gügyögnek. Hát fogja tudni, hogy azok a gyerekek még azért gügyögnek, mert még... ők még kicsik. Még nem tanultak annyit, nem fejlődtek annyit. Hát én körülbelül így tekintek a mostani, hát nem azt mondom, hogy az egész világra, mert nem az egész világ ilyen, de nagyon sokan egy ilyen kis csoportos állapotban vannak még, szerintem. Én ezt látom. És főleg akkor látom ezt, amikor ítélkeznek, és újjal mutogatnak egymásra, és valamelyik oldalra beállnak. Szerintem ez nem jó. Mert az igazi valódiságot és az igazságot százszerzelékosan szerintem senki nem tudja. Tehát én milyen jogon állnék be ide vagy oda bármelyik oldalra. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, jó, hogy, hogy ne konkrétan fogalmazzak, mert tudjuk azt, hogy ezt ma nem nagyon lehet ebben az állapotban vagy ügyben, hogy mondjuk vannak olyanok, akik a káposztást tésztát szeretik, és olyanok, akik a mákos tésztát. Most csak mondtam valamit. És vannak olyanok, akik a mákos tésztára esküsznek, és olyanok is, akik a káposztás tésztára. Na most szerintem ilyenkor az a jó, ha az ember egyik oldalra se áll. Vagy hiába van az, hogy mondjuk én a mákos jobban szerettem, és én arra esküszöm, és mondjuk a káposztás tésztát nem szerettem, de én ezt nem hangoztatom. És nem kezdem el azt mondani, hogy a, aki a káposztás tésztát szereti, az egy rossz ember, és csak azok lehetnek jók, akik a mákos szeretik. Na ez van most. És hogy aki a káposztás tésztát eszi, az biztos, hogy el fogja rontani a gyomrát, aki meg a mákosat eszi, az meg nem fogja elrontani. És én vagyok az, aki ezt tudja. Ez megy ma. És nagyon sokan azt gondolják magukról, hogy ők mindent tudnak, és mindenbe bele kell szólniuk, és osztják az észt. De miért? Hát, eh, ahogy mondtam, szerintem itt nincs olyan ember, aki mindenbe belelátna, vagy aki minden egyes kódot meg tudott volna fejteni. Hát látom, Na most akkor innentől kezdve, nem lenne szerintem jogunk ahhoz, hogy konkrétumokat állítsunk. Kérdőjeleket kellene, kérdéseket kellene fölteni. Rengeteget. És nem erre vagy arra az oldalra állni, és azt mondani, hogy ez fix, és ez a jó, és ez a tuti, a másik biztos, hogy nem jó. És ajánlatokat, meg ajánlásokat, ajánlatásokat tenni, hogy figyelj, te most tényleg a káposztás tésztet szereted, gyere már át ide, és edd a mákos tésztet, mert hát az, az megvéd. A káposztás tészta sose fog, attól elrontod a gyomrodat. És ebből van a vita. Na most szerintem, ahogy mondtam, az a bölcsember, aki egyik oldalra sem áll. Vagy ha igen, azt nem hangoztatja, hogy nem akarja befolyásolni a másik embert, mert mindenkinek a szabad döntése, hogy ki mit eszik. Hát legalábbis bízom benne, hogy ez még, ez még így van. Jól elkanyarodtam igazából a mai adás témájától, bár lehet, hogy nem. Szóval szerintem most azt akartam mondani, hogy ezeket a bölcsességkódokat is meg kellene fejteni saját magunkban, hogy azok milyenek. Én uh, úgy. Uh, érzékelem, és az is a tapasztalatom, hogy ehhez a fajta úthoz rengeteg alázat kell. Olyan nagyon sok alázat, ami, ami nem tudom, hogy van-e a mai világban. Azért egy ilyen húsz éves, kökemény úton végigmenni, ami rengeteg lemondással jár, szerintem ezt csak úgy lehetett, vagy úgy lehet végigcsinálni, ha az emberben Végtelen számú mennyiségű alázat van, de olyan nagyon sok, amit lehet, hogy igazából a világ még nem nagyon látott. Na most, aki ezt nem teszi meg, és aki nem hajt fejet, ő biztos, hogy nem jut el egy olyan szintre, ami a teljes igazságról szól, ami az isteni mintáról szól. És ami által mondjuk ezeket a kódokat meg tudjuk fejteni. És tovább tudunk menni a szellemi létforma irányába, mert szerintem ez a cél. Szerintem ezért jöttünk ide, hogy egy idő után kilépjünk ebből a rendszerből, a fizikális rendszerből, és persze ezt nem muszáj szó szerint érteni. Ezt úgy kell érteni, hogy magasabb szinteket kell elérni mindenhogyan. Tehát, hogy. Hogy az ember átlényegüljön, hogy ne legyen ennyire sűrű az anyag, hogy ne legyünk anyagba ragadt lelkek, hanem térjünk haza, mert a mi hazánk az a, az a szellemi, szellemi létforma. A mi hazánk szerintem mindezeken túlmutat, amiben most benne vagyunk, de főleg az ítélkezéseken túlmutat. Mert a mi eredetiségünk egy makulátlan, szellemi rendszerből való. Mert ilyenek vagyunk mi. Mert mi sokkal jobbak vagyunk annál, szerintem, mint amit mi itt mutatunk a Földön fizikális viszonyok között, amit most bemutatunk. Szerintem a mi lelkünk sokkal szabadabb ennél, ezeknél a helyzeteknél. És uh, én mondjuk nagyon vágyom arra, igen, hogy eme szellemi mintában legyek, vagy még közelebb kerüljek hozzá, nyilván ezért is beszélek ennyit. Szerintem az maga az igazság, a megérkezés, a megigazulás, de ehhez a fajta, mintához nagyon hosszú út vezet, és ahogy mondtam, rengeteg kódot kell megfejteni. Nagyon sok kódot. Egyébként szerintem, amikor különféle nehézségek érnek bennünket, és ezeket próbáljuk megoldani, akkor is ezeket a kódokat dekódoljuk és fejtjük meg. Tehát ahogy mondtam, itt energiákról kell beszélni. Na most, ugye elmondtam már azt, hogy például, amikor különféle szenvedések érnek bennünket, hogy ezekben benne vagyunk, akkor nagyon sokféle energia szabadulhat föl, hogyha ezeket mi meg tudjuk ugorni, és szerintem ezen felszabadított energiák azok, amelyek ezeket a kódokat dekódolni tudják. Ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni ezt a történetet. De mondjuk már erről is beszéltem, és ez maga az út, és egy ilyen hosszú út során ezen energiák által kódoljuk ki ezeket a tételeket, és kerülünk egyre közelebb a mi isteni minőségünkhöz, egyénileg is, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy globálisan is, tehát most már a Föld is tulajdonképpen egy ilyen átmenettel megy végig. Tehát a Földnek a rezgés szintje is elkezdett emelkedni, tehát valószínű, hogy itt most nagyon sok ilyen kódfejtés van. És hát tudjuk azt, hogy egyre több minden kerül felszínre, pont ezért. Mert itt valami elindult. Elindult ez a folyamat, és hát most nagyon sok minden ugye így kiütközik, kiderül, felszínre jön, de én mégis azt érzem, hogy ez a bolygó áll be valahova, a rendben, egy magasabb szintű minőségbe, és ugye hát írnak is arról, hogy sokkal magasabb dimenziókban foglalunk majd helyet, meg ez az egész itteni rendszer, ami eleve azt feltételezi, hogy ö, már több kódot sikerül feltörni, vagy megfejteni, mert egyébként szerintem maga az az emelkedés nem is történt volna meg, de ez egyénileg is ugyanígy igaz. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon érdekes út. Nagyon érdekes az, hogy az ember igazából miben van benne, és hogy az életünk sokkal több annál, mint amit... Ö, Ugye nagyon sokan végeznek. Szóval azért egy ilyen kaminon végigmenni a Földön, ez egyáltalán nem mindennapi feladat. És szerintem sokkal nemesebb célokért küzdünk, annál, mint hogy mondjuk az emberek plázákba járjanak vásárolgatni, és mindent meg akarjanak szerezni anyagilag. Tehát itt a cél egyrészt a lelki nemesedés, és az, hogy elérjük a szellemi... Létformát, az igazságot, egy magasabb tudatszintet, magasabb tudatállapotot, és hogy már átlényegülve, átszellemülve éljünk tovább. És szerintem ezt szó szerint kell érteni. Tehát az átszellemülés az nem azt jelenti, hogy jaj, én most másképpen fogok gondolkodni holnaptól, hanem hogy tényleg át kell itt nagyon sok mindennek szellemülnie. Tehát, hogy ahogy én mondtam, szerintem maga az anyag is veszíteni fog a fényéből, sokkal lágyabb lesz, nem lesz ennyire kontúros, tehát tényleg minden átszellemül majd. Tehát az ötödik dimenzióban nem lesz ennyire kontúros az anyag. És ugye arról is beszélnek, hogy az emberi testek is átalakulnak, sokkal több fényt fognak tartalmazni. Nem lesz ennyire sűrű, nem lesz ennyire vaskos az itteni rendszer, hát ugye. A kali vagy az eddigi korszakról azt is mondják, hogy ez tényleg olyan, mint a vaskor. Annyira vaskos, sűrű, nagyon nehéz, nagyon döcögös, nagyon anyagias, rettenetesen anyagias világban élünk. Nagyon lebutítva, nagyon beledöngölve ebbe a sűrű masszába, ebből kell kiemelkedni, és nagyon sokan kiemelkedtek már. És ők valószínű, hogy át is lényegültek, meg átszelemültek, és valószínű, hogy ők sokkal könnyedebben élnek, nem hat rájuk már annyira az anyag, gyorsabban elvégeznek mindent. Tudjuk azt, hogy az idő is felgyorsult, hogy egy nap már nem 24 órának felel meg, hanem szerintem 10 órának. Tehát, hogy mi, tehát igen, tehát az anyag, mint olyan veszít a sűrűségéből, ami szerintem jó, szerintem nagyon jó, mert, ahogyan mondtam, nekünk vissza kell térni az eredeti állapotba, mondjuk azt, hogy az aranykori minőségbe, ami szerintem szellemi. Abszolút szellemi. Lehet, hogy van benne némi anyag, vagy vannak benne ilyen sziluettek, de hogy nem ennyire sűrű és kontúros, az is biztos. Tehát szerintem ez a lényeg. És akkor most itt tudok visszakanyarodni a mai adás témájára, hogy hogy a fizikális mi voltból, a sűrű masszából, az alacsonyabb rezgés szintekből el kell jutni a magasabb szintekig, a szellemi minőségig, de ez az út tele van kóddal. És ha ezeket nem fejtjük meg, nem tudunk tovább menni. Hát ez ugyanolyan, mint hogyha most azt mondom, hogy például ahol élek, de hát igazából szerintem ez már majdnem mindenhol így van, kaputelefonok vannak. Na most, hogyha én nem ismerem a saját kódomat, akkor nem tudok belépni a saját lakásomba. Vagy ott vannak a bankszámlák, vagy bármi más. Tehát ezeket a kódokat ismerni kell, tudni kell, de hát kik kapják meg ezeket a kódokat, azok, akik ezért tesznek. Na, hát szerintem a szellemi létforma és a fizikális létforma között ugyanilyen kódok vannak, persze nem muszáj ezt szó szerint érteni. Ahogy mondtam, én azt gondolom, hogy ezek energiák, és ahogy mi Élünk, létezünk, és megyünk végig ezen az úton, úgy tudjuk ezeket az energiákat, hát mondjuk azt, hogy, hogy oldani, vagy lefordítani, de szerintem ezt főként úgy tudjuk megtenni, hogyha a nehézségeinkből, vagy a szenvedésekből felszabadított energetikai mennyiséggel, Kódoljuk ki, vagy dekódoljuk ki ezeket a jeleket, vagy kódokat, amelyek elvezetnek Isten felé. Szerintem ez egy nagyon érdekes történet. Lehet, hogy kellene rajzolni, lehet, hogy ezt majd megcsinálom egy rajzos felvétel keretében is, bár lehet, hogy ezt már megcsináltam, nem tudom. Arról már biztos, hogy beszéltem, hogy az önvalót hogyan lehet elérni és rajzoltam is, és hogy ott milyen kódokat kell feltörni. Na most jó kérdés, hogy ezt már ilyen egyetemes szinten, hogy levezettem -e ezt, nem tudom, hiszen 725 felvétel van. Ezt most meg kellene nézni. A fejemben biztos, hogy már ez megfogalmazódott, csak nem tudom, hogy én ezt már így lehoztam el fizikális síkra, és ahogy mondtam, szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy vajon ezek a kódok változnak-e. Tehát, hogy a mai korszakban más kódok vannak-e, mint mondjuk az ókorban, és mondjuk az ókorban, vagy akár a középkorban, vagy beszélhetünk más korszakokról is, hogy mennyire próbáltak ezeket a kódokat megfejteni, hát próbálták, hiszen azért erről tudunk, erről azért írtak annó. De jó kérdés az, hogy most ezek a kódok mennyiben mások. Az is lehet, hogy nem változnak. Tehát az is lehet, hogy a mai kor emberének is ugyanazokat a kódokat kellene megfejtenie, mint mondjuk az ókori embereknek. Nem tudom, ezt nem tudom. Ez, ez tényleg egy nagyon jó kérdés. Én azt érzem, hogy lehet, hogy vannak olyanok, amelyek változtak azóta. Igen, mivel, hogy már az információk is mások, más információkat, ismereteket kell most lehívni, mint mondjuk az ókorban. Azt nem mondom, hogy nincsenek vagy nem lehetnek egyezőségek, de hát nyilván most más helyzetek, szituációk vannak, és ahhoz miértán kell, vagy ahhoz mérten, vagy ahhoz, ahhoz, vannak igazítva tulajdonképpen ezek, a, ezek, a, ezek a, az információk, tételek, és nyilván, hogy akkor ott másfajta kódok vannak. Igen. Hát nagyon érdekes ez az egész, igazából. Jó, jó kérdés az is, hogy még mennyire lehet majd ebbe beletekinteni, hogy mondjuk majd én még mit fogok tudni lehozni ide, Szerintem már elég sok ilyen kódot megfejtettem, mivel írtam több ezer oldal kéziratot, tehát az is egyfajta kódfejtés volt. Igen. És ahogy mondtam, ezek mind energiák. És ezek jó energiák. Tehát ezekre az energiákra szerintem szüksége van a világnak. Lehet, hogy ezen energiák által is indult el valamilyen szempontból a bolygórezgés szintje, vagy emiatt kezdett el még inkább emelkedni. Sokan megmozgathatják ezeket az energiákat, hát akik hozzáférnek, ugye, ehhez a fajta mintához. Szerintem nagyon érdemes rájuk hallgatni, mert olyan információkat adhatnak át, amelyek segíthetik az itteni létezést. Főleg a mostani helyzetekben. Szóval szerintem nem biztos, hogy a celebekre kellene hallgatni, hanem a szellemi mesterekre kellene hallgatni. Azokra, akik magas rezgés szinten vannak, és akiket mondjuk nem a média befolyásol, vagy különböző más emberek. Hát tudjuk, hogy miről beszélek. Na most én azt gondolom, hogy a mostani helyzete kapcsán is a szellemi mestereknek a véleményét, tanácsát kellene megkérdezni. mert ők vannak közel az Isteni mintához, és ők tudják azt, hogy mi van kinyilatkoztatva. Meg, hogy mit kell tenni azért, hogy ezeket a korszakokat átvészeljük, meg hát ők azok, akik ismerik ezeket a kódokat, tehát azért ezt tegyük hozzá. Nem a, nem a celebek ismerik, meg nem azok, akiket ma annyira, annyira futtatnak a médiában. Hát tudom azt, hogy a legtöbb ember sajnos nekik hisz. Hát ezért mondtam azt, hogy nem hiszek a tömeges ébredésben, és abban sem, hogy... Hogy mindenki eléri ezt az állapotot, mert ahogyan látjuk, ez nincs is így. És szerintem ezek után sem lesz így. Nem hiszem, nem hiszem. Szerintem azok ébrednek föl, és azok ismerik meg az igazságot, akik nagyon közel vannak ehhez a mintához, mert ők közel is akarnak kerülni. Akikben van egy ilyen vágy. Ez nagyon fontos most, amit mondok. Akikben van egy ilyen vágy mondjuk Isten iránt. És nem mondjuk ilyen alantasabb ügyek iránt, mint amelyek ugye a Földön elterjedtek. Tehát szerintem, hogyha arról beszélünk, hogy milyen vágy legyen bennünk, akkor én azt mondom, hogyha létezik valamiféle vágy, akkor az legyen az, ami, ami az Isteni minta felé vezet. Hát mondjuk én ezt a fajta szintet már elértem. Talán pont a tegnapi előadás kapcsán beszéltem erről, igen. Hogyha bennem megfogalmazódik valamiféle vágy, akkor az most már csak az Isteni minta irányába mutat. És csak felé vezet. Másfajta vágyam nincs. Csak eme minta irányába, mert ez a legjobb a legjobb, a legnemesebb, a leghatékonyabb. Egy olyan minta, egy olyan közeg, amiben csak pozitív energia van, és amiben rengeteg szeretet él, rengeteg szellemi kincs, jóság, igazság, fény, derű, önazonosság, hit, és egy, -egy nagyon erősen megtartó erő. Csodálatos egyébként szerintem így belül hazaérni, amikor az ember már eljut ide. Bár szerintem itt mindig érzésekről kell beszélni, meg szerintem tanúbizonyságról kell beszélni, hogy az ember hol tart egy ilyen állapotban, vagy ebben a fajta rendszerben, hogy hol tartunk. Ezt kell szerintem mindig leellenőrizni, hogy önmagamhoz képest hol tartok. Hogy ezen az úton, az önvaló kaminómon hol tartok. De mindig saját magunkat kell ellenőrizni, nem másokat. Csak önmagamat ellenőrizhetem le, hogy én hol tartok, hogy én mennyi mindent tettem meg már azért, hogy közelebb kerüljek, és hogy átlényegüljek, átszelleműjek, és hogy magasabb szinteken folytathassam tovább ezt a munkát, az azt jelenti, hogy magasabb tudatszinteken, tudatállapotokban, egy közelebbi minőségben, egy tisztább szférában ez a lényeg. Ami nagyon szeretetteljes, és nagyon igazságos, és igaz, és rendezett, és ismerős, és békés, és nyugodt, kiegyensúlyozott, és amiben az ember szerintem megtalálhatja az önazonosságát, mert, ahogy mondtam, én úgy vélem, hogy mi innen származunk. Ez ami igazi, lényünk ilyen. Ezek vagyunk mi. Ezért jó haza térni. Mert az ember saját magát találja meg ebben a viszonylatban. És az is lehet, hogy ezeket a kódokat önmagunkon belül fejtjük meg, az út során. A nagyon sok viszontagság által. De én úgy érzem, hogy egyszer hazatérünk, hazaérünk. A megigazulásban, és akkor már minden sokkal jobb lesz. És azt is gondolom, hogy a földi út pontosan ezért lett kitalálva. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ez egyfajta ajándék. Tehát ajándék az, hogy mi végig mehettünk ezen az úton. Az út maga ajándék. Lehet, hogy Istentől kaptuk ezt az ajándékot, magát az utat, meg a földi bolygót, hogy végig járjuk ezt az utat itt, és rájöjjünk arra, hogy mi az igazság, és rájöjjünk arra, hogy ez a fajta minőségrendszer mindig is bennünk volt. Na ez maga az ajándék szerintem, hogy az ember rájöhet erre, hogy ezt a fajta mintát megismerhetjük, hogy tudatosabb lények kiválhatunk. Szerintem ez maga az ember, vagy az emberiség kiváltsága. A bejárt út a kiváltság. Hogy megismerhetjük az isteni mintát, hogy megfejthetjük az itteni kódokat hogy betekintést nyerhetünk valami másba, az igazságba, hogy ö, hazaérhetünk, hogy ö, hát a remények szerint ö, fogadnak bennünket. De ez mindig attól függ, hogy mi mit tettünk itt a földi út során, hogy mennyire váltunk jóvá, és hogy mennyire éreztük meg azt, hogy ö, hogy ez a legfontosabb dolog, szerintem. Nem csak a Földön, az egész világegyetemben. Lehet, hogy ha más bolygókra születtünk volna, akkor is ugyanezt mondanám. Teljesen mindegy, szerintem. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az ember felismeri-e ezt az igazságot, vagy sem, hogy eljut-e idei gondolatiságban, érzésben, lelkületben, hogy uh, egy ilyen mintában érik tovább a személyiségünk, vagy nem. Hát szerintem az elmúlt 725 adás ezt a célt szolgálta. És ez a 726-dik. És megyünk tovább, mert szerintem még mindig várnak ránk, és még mindig nagyon sok mindent kell kikódolni, megfejteni, átadni. És azt gondolom, hogy pont ez a fajta minőség az, ami átemel a mi szellemi mi voltunkba, a totális tudatiságba, a tiszta tudatba, ami anyagmentes, és ami szerintem a megérkezés pillanata.